Jó napot kívánok! Pető László vagyok. Van nekem egy nagyon kedves ismerősöm, ő az óvodában él időnként, és ő szokott becsergetni, ő befáradt ide Békés Csabára, és ő oda fog durrantani. Fiatalember, durrancson oda! Imre, hát gyere már! Hát ez fantasztikus. Köszönöm szépen, fiatalember. Szeretném megkérdezni, hogy te hol élsz? A fiatalember, ő Békés Szent Andráson él, de hol éltek a duzzasztó közelében? Nem. Nem a duzzasztó közelében élünk, hanem picit a duzzasztóval, picit arrébb. Köszönöm szépen, és téged hogy hívjuk? Németh János. Németh János személyesen megjelent Békés Csabán, a Csaba Parkban, az étterem közelében, és te oda durrantottál, ugye? Igen. Hát köszönöm szépen, és egy baráti kézfogást. Hát te fantasztikus ember. Köszönöm szépen, és jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen. Tiszteletem. Kedvenc nótája. Kedvenc nótája. Apukámnak volt nagyon kis kedvenc nótája? Igen. Azt hallgatom. De legyen, ami mindig a telefonnál szól. Elkúrja Antot valamit. Akkor menjünk egy pár osztó csapát. Menjünk lak. Ha lement a lótak, csergetünk egyet ki rá. Kadu, most tudom, motogom meg. Hát nagyon jól oda durrantottak, ugye? Hát, igen.
Na, hol van anya? Ti szerettek a szabadba bográsozni, hát, ugye? Hát, csak azt csináljuk, tavasztal őszi. És akkor így, jó. Ah, tavasztal őszi főzünk, téltől tavaszig meg disznót vágunk. Ezt a minden is. Hát, mint a labda úgy fordul. Nagyon buszta. Ez az egyik lényeg, ugye, hogy így egy picit így oda kozmáljon, vagy igen, hát süljön az alja. Süljön, vagy lepiduljon az alja. Hát hallod, ez komoly. Milyen tűz van, milyen tűz van itt, Tomi? Ez a slambusz cucc. De nem? Na, anya, hozd lassan a tányérokat, aztán eszünk. Mennyi idő alatt készül el? Hát ez annyi, mint egy pörkölt igazából, mert úgy mondom, hogy sok részletes munka van vele. Ugye? Kivenni, szavannak betenni, újból kropli hozzá megy, megint hideg víz, só, akkor hozzá a lebbencs, elsűrűsödik. Hát ilyen összetett főzéshez. Igen, igen, igen. Időt igényel. Igen. Ott van szét virított résztessék. Azt a mindenit. Na, nekem pont jó lesz. Igaz még itt. A fiatal, két fiatal emberen szedjünk majd kóstolni. Hát ez a bogrács is. Ez csak vasbográcsba lehet készíteni. Se nem zománcosba, se nem öntvénybe. Azt nem is tudja az ember megemelni. Ott tessék, Tomikám, parancsolj! Köszönöm, köszönöm. Hát ez nem akármit van. És akkor vasbogrács van. Hát, ez csak vasbogrács. Tegy egy kis sót, tegyed a meg. Ó, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Tegye. Hát Tomikám, hát kedves egészségünk, hát ez nem akármit. Hát bizony. Te soba parkban békés, soba Jézus nem megadom. Tolan nyomjuk neki. Ott a szép sültész. Aztán! Mindig ennek a sültésznek nincs, hogyha itt hoztam a sültebbet. Erre hadd nézem meg. Ez egy hangszer. Tomi, ez egy hangszer. Hát gyönyörű. Gyerünk oda, oda a diakonál burkolat. Bassza meg a lát. Csak nem elték a fényt. Itt bácsi legyen. Sietetlen, mi van itt? A viharsarki vége. Készítettek el. Most ki? Hát ez nem akár. De most szerintem, hallod meg, a téma! Téma a rohadjunk meg vele! Úgy beszélni, a rohadjunk vele! Ez egy hangszer, ez egy valódi hangszer, ez egy népi hangszer.
sebességet.